Az eurórégiók, a decentralizációs törvény, a költségvetés, a kisebbségi nyelvhasználat, valamint az oktatási törvény. Ezek a legfőbb prioritások az RMDS számára a hétfőn kezdődött őszi parlamenti ülésszakban. A regionális átszervezés valószínűleg az egyik legfontosabb témája lesz a bukaresti parlament őszi ülésszakának. Az RMDS az általa benyújtott fejlesztési régiókról szóló törvénytervezetet szeretné elfogadtatni. Ebben 16 fejlesztési régió létrehozását javasolják, amelyek nem rendelkeznek közigazgatási jogkörökkel. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ugyanakkor a kisebbségi nyelvhasználat kérdését is prioritásként kezeli a most kezdődő ülésszakban. Az első, ami a kisebbségi téren fontos, ez épp a nyelvhasználata az egészségügyben, törvénytervezet, amelyet már benyújtott a képviselőház és a szenátusi frakció együtt. Ezen kívül pedig az egyházi ingatlanokra vonatkozó törvénytervezetünket, hogy tisztázni végül is az, hogy minden egyházi ingatlant vissza kell szolgáltatni a jogos volt tulajdonosának. Egyre valószínűbb, hogy a parlament módosítani fogja azt az oktatási törvényt, amit 2011-ben az RMDS PDL kormányzás idején fogadtak el. Az új tanügyi törvény akkor jelentősen javította a kisebbségi oktatás helyzetét. Nekünk itt a legfontosabb feladatunk az, hogy megakadályozzuk, hogy valaki is csorbítson a már megszerzett jogokon, meg persze az lenne a kívánatos, hogyha lehetne előrelépni. De mindenképpen nagy tétje van az oktatási törvény módosításának, és nagyon oda kell figyelni. A parlament ebben az ülésszakban kell elfogadja a jövő évi költségvetés tervezetét is. Ezzel kapcsolatban az RMDS az erdélyi autópálya építésére elkülönített pénzalap létrehozását fogja szorgalmazni.